A koronavírus járvány negyedik hullámának következményei mellett a kedvezőtlen őszi időjárás beköszöntével az influenzával is számolni kell. Az általunk megkérdezett ülői házi orvos szerint nincs alternatíva, a Covidot nem lehet gyógyítani, oltakozni kell. Kókai főorvost a rendelésre jelentkezés protokolljáról és az ülői rendelőkben jelenleg érvényes rendszabályokról is megkérdeztük. A negyedik hullám bennünket is elért, itt van a nyakunkon, plusz az influenza, és az oltás ellenes rétegnek üzenem, hogy nincs alternatíva. Ezt a betegséget gyógyítani nem lehet, ezért meg kell előzni. Egyetlen lehetőség van, az oltás, a prevenció, amely védettséget ad és megelőzi. Itt nincs alternatíva, nem lehet érveket felsorakoztatni, azok az érvek mind hamisak, amelynek az a végkövetkeztetése, hogy oltás ellenesség. Tudomásul kell venni, a negyedik hullám itt van a nyakunkon, plusz még az influenzával is számolni kell. Na most ülőn mi foganatosítottunk elővigyázatosságból olyan intézkedéseket, hogy a tünetes betegek bejelentkezése kizárólag telefonon és időpont egyeztetés után szájmaszk, amely szájat, orrot takarja, és egy fertőtlenítő bemosakodás után lehet az orvoshoz, az orvos kolléganőkhöz bejönni vizsgálatra. Természetesen, ha valakinek van védettségi igazolványa, magával kell hozni. Ha van igazolt PCR teszt negativitása, magával kell hozni, ez a diagnózis fölállításában is könnyebbséget jelent. A két vírus nincs egy súlycsoportban, ezért arra is kíváncsiak voltunk, mi a különbség a COVID és az influenza tünetei között. A két betegségnek kétségtelen, hogy vannak közös vonásai, közös tünetei, hiszen mindkettőt vírus okozza, a COVID vírus, koronavírus, illetve az influenza vírus. A vírusokra jellemző a variabilitás, a konfigurációnak a változtatása. Jelenleg a negyedik hullámot az úgynevezett delta variáns okozza, amely sokkal agresszívebb az eredeti vírushoz hasonlítva. Na most a laikusok számára is a tünetek. Hát először is differenciáljuk el a két betegséget, másrészt beszéljünk a közösről. Ezt vegyük tudomásul, hogy együtt a két betegség egy-egy személy esetében olyan nincsen. Tehát, hogy egyszerre covidos valaki és influenzás is, ilyen nincs. Egymást követheti a betegség, hogy egy covid után hetekkel, hónapokkal, napokkal jön egy influenza, vagy fordítva. Na most mik a közösek? Ugye mindkettőt vírus okozza, azért szögezzük le mindjárt az elején. A két vírusfertőzés nem egy súlycsoportot képez, hogy sportos hasonlattal éljek, mert a koronavírus betegség az egy abszolút nehéz súlyú, halálos kimenetelű. Míg az influenza vírus esetében enyhébb a kimenetel, nem olyan életet veszélyeztetők a tünetek. De mégis mik azok a tünetek? Mindkét betegségre jellemző, mint általában a vírusbetegségekre, a láz, orváladék, orfolyás, az elesettség, a légzőfelületnek a beszűkülése, köhögés, ezek fejfájás, néha egy-egy esetben hányinger, hányás, hasmenés. Ezek közösek. De vegyük tudomásul, hogy a COVID fertőzés esetében az elsősorban prioritást élvez, hogy a tüdőt támadja. Ezért zajlik egy COVID vírus által a súlyosabb esetekben előidézett vírusos tüdőgyulladás, amelyet a COVID vírus okoz, és ez erősen beszűkíti a légzőfelületet, a tüdő vitálkapacitását erősen csökkenti. Innen jönnek a triviális tünetek, hogy nehéz légzés, fulladás, stb., amelynek a végkimenetele kórház, lélegeztetőgép, és így tovább. Még egy influenza esetében ezek a tünetek nem ilyen alarmírozóak, nem ilyen vészreakciót szülőek.
Na most tudomásul kell venni azért, hogy Krisztus után 2021-ben az emberiség nem rendelkezik olyan gyógyszerrel, amelynek vírusölő effektusa lenne. Az antibiotikumok mintájára, amelyek ugye megölik a baktériumokat, jelen esetben olyan gyógyszer, amely ezt a tablettát tessék szedni, és elpusztítja a koronavírust, ilyen az emberiség birtokában, míg az amerikaiaknak, a svájciaknak nincsen. Van ugyan egy gyógyszer, nem tudom, ez nem a reklám helye, a nevét kimondhatom le, inkább csak azt mondom, hogy A betűvel kezdődik. Ezt az orvos kollégáim, kolléganőim előszeretettel alkalmazzuk, mert időben elkezdve, ez egy tablettás készítmény, a súlyos, alarmírozó tüneteket, amelynek következménye a lélegeztetőgép, intenzív osztály, kórház, ez képes megelőzni. Na most a legnagyobb megelőzés természetesen a védő. Csak a védőoltással lehet megelőzni a problémákat és a halálos kimenetelt. Tudomásul kell venni azt is, hogy a jelenleg forgalomban lévő védőoltások valamennyi már a delta variáns ellen is védettséget ad. Ma a tendencia az, hogy az egészen fiatalok körében is bizony kaszál a COVID-fertőzés, de jó hírem van, amely jó hír tulajdonképpen egy véletlen szüleménye. Szerbiában összekeverték egy orvosi műhiba következtében a védőoltásokat, és nem tévedés, csecsemőknek, 1-2-3-4-5-10 éves kori gyermekeknek adták be a védőoltás helyett a Pfizer vakcinát. Megijedt az egész orvostársadalom, elnézést kértek, és napi kontrollon ellenőrizték ezeknek a csecsemőknek, 1-2-3-10 éves kori gyermekeknek a sorsát, és az a végkimenetel, hogy semmi mellékhatás nem lett, még a csecsemők, a pár éves gyermekek vonatkozásában sem, hanem mindenkinek nagyon magas lett az ellenanyag szintje, és tökéletes védettséget adott. Íme a bizonyíték, egy véletlen során jöttek rá a kollégák, hogy a Pfizer, az a magyar vonatkozása is van, a professzor dr. Karikó Katalinnak a szabadalma, a Pfizer vakcinát minden korosztálynak, a csecsemőtől a fiatal gyermekekig, a középkorosztály, az idősek be lehet adni, nincs káros mellékhatása, és Magyarország olyan előszeretettel beszerezte ezt a vakcinát, hogy tulajdonképpen túlkínálat van, és mindenkinek jut. Kérem, hogy vegyék föl a védőoltást ezen ismeretek birtokában. Fontos tudnivaló, hogy október végére lesz influenza elleni oltás, amit szintén ajánlott felvenni. Meglepő, de nagy számarányban találkozunk COVID-fertőzéssel, sajnos, és elsősorban felső légúti panaszokkal. Orváladék, orfolyás, náthás jellegű panaszok, köhögés, uram bocsá, nehéz légzés, ezekkel a panaszokkal jelentkeznek, de az orvos számára is, egy rutinos orvos kolléganők számára nem egy Istentől elrugaszkodott eldifferenciálni, hogy az illető COVID-fertőzött vagy influenza vírus. A kikérdezés alapján van-e védőoltás, kapott-e védőoltást? Abból induljunk ki, hogy aki védőoltást kapott, azoknál csak 1% a megbetegedés valószínűsége. Másik kérdés, kapott-e influenza elleni védőoltást? Ott már egész más az arány, de egyszerű irányított kérdésekkel el lehet differenciálni, például a COVID-ra. Kapott-e védőoltást? Nem. Van-e nehéz légzése, fulladása? Nincs. Ízeket, szagokat éreze? Igen. Akkor nem valószínű a COVID-fertőzés, de természetesen résen kell lenni, PCR-tesztek, gyors teszt lehetőségek vannak, amellyel el tudjuk differenciálni a betegséget. Aki egyébként megkapta mindkét COVID elleni védőoltást, vagy nehogy Isten hármat, annak ajánlja-e az influenza elleni védőoltást, illetve nem vagyunk-e megkésve, hiszen már október közepét írunk? Megígérhetem az előzetes információk alapján, hogy október végére
rendelkezésünkre áll olyan mennyiségű influenza elleni védőoltás, hogy minden jelentkezőt le tudunk oltani, és a kérdésre a válaszom, hogy igen, ajánlott fölvenni a COVID elleni védőoltás után az influenza elleni védőoltást is.